Azt mondtad, hogy minden azzal indult, hogy elmentél a Ladáddal a diszkóba, és ott Honda CRX-el jöttek a menő gyerekek. Ja, igen, ezt minden műsorban elmesélem, tehát a 90-es évek elején, amikor én diszkóba jártam, akkor Ladával, friss jogsival, és az igazán tehetős gyerek az meg egy gyönyörű CRX-el. De most, ha azt nézzük, egy ilyen 200SX, egy S13-as 200SX, annyira nincs messze egy Ladától. Tehát van az elejében egy motor hosszában, valahol itt van egy váltó, és hátul hajt. De hogy a japán csodák felhalmozása, az neked mikor indult, és főleg miért indult? Nem tudom elmondani. Ugye a szociautókkal kezdtem, akkor a Ladák mellett mindenfajta szociautót összegyűjtettem, és a másik indítatás, ez egy kiállításon egy 280Z-nek a megtekintése volt, és mondom, hogy ez CRX 280Z, el kéne indulnom ezen a pályán, és megint vettem először egy alapvető kis CRX-et, meg egy kis Civic-et. Aztán egyre jobban belemélyültem, ahogy a szociautónál, hogy különlegességek legyenek inkább. Az az érdekes az itt lévő szociautókban, és az itt lévő japán autókban legalábbis nekem, hogy Magyarországon még bőven az az éra tartott a szociautók, amikor a világ nyugati fele, vagy hát mondjuk az osztrák határ túloldalán már ilyenekkel jártak. Nem csak ott. Nézd meg ezt a rendszámot. Tehát amikor még ladák, meg kockaladákat lehetett kapni, ez már 91-ben itt Magyarországon forgalomba lett helyezve. Én annyira, ha időgépem lenne, akkor tényleg így a 90-es években mennék vissza azért, hogy megnézzem azt, hogy milyen lehetett tényleg a diszkóba beállítani egy ilyen 300 ZX-el úgy, hogy a másik két parkolóban ladák állnak. Attól tartok, hogy ez az autó nem olyan diszkóba járt, ahova ladások jártak. Tehát nekem elképzelésem ez az autóval kapcsolatban, hogy ez 91-ben, ez egy amerikai autó. Látod az övet? Hol volt benne az ajtóban? Igen, az ajtóban. Tehát ez egy ekte amerikai autó, mérföldes csoporttal, tehát ezért kiment valaki nagyon jó módú, és abban az időben mondjuk egy mafiózó, és hozott magának, na az a mafiózó nem egy sima diszkóba ment szórakozni. Több mint valószínű. Ez nagyon durva, hogy van egy. Ez talán a legszebb című összeállítás, hogy S14, benne a vaj belsővel. Igen. És azért... Gyári Sony kétdínes rádió. Ezen vagyok minden autóddal meghalva, hogy te gyári állapot rajongó vagy. Igen. És hogy az autórádiók mindegyikben teljesen autentikusak, rajta van ez a lila áttetsző lemez, ami akkor összes szobasztereójában mindenen rajta volt. Még ha nem is szól, de gyári. És ennek a felnéje is gyári. Tehát ez egy így rendelhető, ilyen felszereltségű S14. Gyönyörű. Igen. De azt azért te is el szoktad mondani, hogy azért ezek az autók nagyon ritkán érnek fel ahhoz, amit úgy az általában az emberek gondolnak róla. Igen, most feltettem tegnap este a Facebookra egy bejegyzést a rendezvényel kapcsolatban, és egy 200SX-es emberke oda is írta, hogy hát jó, minden dicsérek, de hogy a 200SX-et miért nem? Hát mert gyári állapotban ezek azért nem annyira érdekes autók. Jók, de hosszú váltó miatt az 200 lóval nem nyújtanak olyan sokat, vagy nem taposom eléggé. Ez volt akkor az első japánod? Hát nem, én megláttam egy 280Z-t kiállítva, és ott kaptam kedvet, és akkor megkerestem. Ugye minden autónak megvan a maga profi felújítója, ott középen, igen. Megkerestem azt a céget, aki ezzel foglalkozik, és ő hozta ezt Amerikából be rossz állapotba, de nem velük újítottam föl, hanem ezt mi magunk újítottuk föl. Egy kicsit poros, mert megázott a hétvégén, volt egy másik forgatás. Ugye ezek télen ki vannak vonva, és még most jön a tavasz, nem mostam le őket, és megázva ilyen. Annyit mondj nekem, hogy most így belenézek ebbe a géptérbe. Látok egy ilyen egyvezérműtengelyes OHV motort, látom a kadmiumsárga alkatrészeket, de hogy hangulatában azért olyan veszélyesen nagyon nem tér el mondjuk egy Ladától. Hát pont ezt akartam mondani. Mindenkinek ezt mondom, hogy ez egy zsiguli. Igazán a kormány, minden. Nem, így a műszakiság képére gondolok. Hát én de hogy felújítani, nagyobb szíves, kisebb szíves. Felteszem, ez egy tartósabb technika, lehet, hogy jobb állapotban marad meg, ellenben felteszem azt is, hogy kevesebb hozzá itthon az alkatrész, hát meg a szakértelem. Tehát, egyértelmű, szakértelem. Amikor nekiállsz egy Datsunnak, akkor az, ha a Lada szívása az 1, akkor ez 1,5 vagy 0,8? Hát a szívást, nem, ha pénzbe gondoljuk, akkor ez 10-20. De nem mondod. Hát sokkal drágább minden. De hogyha azt nézem, hogy ez kell egy alkatrész, megvan-e az a cég, aki ezzel foglalkozik, megvan Amerikában neki a háttere, tehát igazán mindent meg lehet hozzá kapni, úgy gondolom. Csak nagyon sokba kerül. Itt az ülések is gyáriak és újak. Látod, milyen szép üléshúzatok vannak rajta? Meg vagyok halva azoktól a fénybetétektől. Ja, igen. Tehát ehhez meg lehet mindent venni, mint például most mondanám a Volgát. A Volgát is szeretik az oroszok, ahhoz weblapon mindent meg lehet rendelni méregdrágán.
A Zsiguli az, aki ugye a kettő között van, azt azért annyira nem, nincs hozzá alkatrész, már jó alkatrész. Ellen megmondom a szakértelem itthon az... Hát az természetesen. Az természetesen. Én ennek az autónak mentem a GTR változatával, ami a modern Skyline GTR-ek közül talán a leglenézettebb az R33. Nem bánnám, ha lenne egy olyan is. Nem, én sem bánnám, de hogy nagyon-nagyon jó. Tehát ez volt az az autó, ahol először igazán durván beütött a high-tech. Tehát ugye ott volt az Attesa összkerékhajtás, a Hikas, az összkerékkormányzás, de hogy ez már az Attesa ETS Pro volt, tehát már nem csak intelligens nyomatékosztás volt előre-hátra, hanem ez már torque vectoringozott is. Ezt még az első széria nem tudta, és hogy ezzel már tényleg nagyon gyilkosat lehet menni. Ez volt az első talán igazán high-tech japán sportautó. De úgy összességében talán hátsó kerékkel egy ilyen gyengébb változat, az talán autózható. Gyengébb, de most képzeld el, lesz a kiállításomban június 3-án, 4-én Pécsen. Egy R34 GTR Nismo felszereltsége 34 ezer kilométerre. Tehát ugye a csúcsok csúcsa. R34 Nismo. És tudtam, hogy ez egy magyar autó. Ez egy magyar autó, képzeld el. És az az ember, az a 2000-es években autókat programozott. És amikor ő először kapcsolatba került egy Skyline-nyal, akkor látta azt, hogy mit is, hogy kinyílt a világ. Tehát rá tudott csatlakozni, és olyan dolgokat tudott rajta állítani, hogy pillanatok alatt többszörösét kihozta a motorból, jó, most túlzok, és nagyon tartósan. És akkor mondta, hogy húha, ez a japán technika, és utána elkezdett Subarukat programozni, minden ilyesmit, hogy a Skyline volt, ami megindította őt. Tehát ebből a 200, nem tudom, 60 lóból nagyon könnyen lehetne 3-400 lóerőt csinálni tartósan. Azok az autók, amiket ebben a videóban láthattok, élőben is megnézhetők, Pécsen, június 3-án, 4-én az Expo Centerben. Inkább youngtimer és veteránus honnan lesz érdekes a rendezvény, de a parkolóban azért egy kis drift is belefér. Ott és Kispolszki, de mégis hogy lesz a Skyline-ból Ott és Kispolszki? Hát sehogy. Csak itt egy kicsit összevegyültek, ugye mondta, nagyon sok autóm van és kell szortíroznom, és még így vegyesen tudom csak bemutatni őket, de igyekszem. És itt a hátad mögött ez mi is? Mert ezen nagyon meglepődtem. Egy Ladának az alváza. Valószínűleg egy nagyon kevés kilométeres autó lehetett, de összetörték. Ez nincs lakatolva. Ez nincs lakatolva, ez szét lett vágva, arra vár, hogy ha esetleg kell, akkor egy értékesebb autó alja legyen. Ha véletlen valakinek szüksége lenne rá. 14-10-es Dacia, egy Prelude. Ugye a 14-10-es, ez csak olyan, hogy sport Dacia, azaz kevesebb az ajtaja. Így van. De amúgy mennyire jól néz ki? Megérett valahogy. Annyira topzódik az ember, amikor bejön ide, tökre érthetetlen, hogy itt egy MR2, ott egy Integra Typer, itt egy Hachi, amiben még a kormány is jó helyen van, azért az nem gyakori, az európai. És molesztálatlan. Bizony, teljesen. Ez nagy részt eredeti fényezésű, ugye Portugáliából származik, ezért nem volt elrohadva, ez már OT-s autó. Mellette az RX-7. Igen, szintén 43 ezer kilométerre gyönyörű gyári autó, szerintem hatalmas ritkaság, ugyan nem turbós, ugyan korai nem faceliftes, de az a minőség, tehát belül az a plüss belső, hogy mit csináltak itt a Mazdánál 86-ban, szerintem az nyitva van, ki tud nyitni, nagyon, nagyon érdekes. Szívtak, sokat. És az első generációs CRX, a különleges autó, ezt amúgy be is fogjuk mutatni alaposan. Evo 6 és egy Impreza STI, az is ugye. Belpiacos az is. Így van, tehát itt van a Colin McRae Rally. Meg egy Evo 3, de ami engem igazán érdekel, mert ezek úgy, ami megvoltak, az a GT4. Hogy lett a GT4? Hát hogy lett, ahogy az összes többi, hogy a gyűjtemény teljes legyen, egy GT4 kellett. Volt nekem T18-as Celicám, sima, vagy 2000-es, de hát akkor abból is legyen, ami érdekesebb. Egyébként ez egy balkormányos, de erről majd úgyis beszélsz. Erről igen, erről lesz külön anyagunk, ahogy lesz külön anyagunk erről a 3000 GT-ről is, ami, hogy mondjam, autóként sosem mozgatott annyira, de a tény maga, hogy mi van ebben az autóban, az nagyon-nagyon durva, mert ugye erről lesz külön adásunk, de az a lényeg, hogy ebben az autóban már minden benne van, ami ma egy modern sportautóban benne van. A működés stabilitása talán nem olyan, de ettől a tény még tény maradt, hogy ez 1990-ben aktív aerodinamikával rendelkezett, ami hát na. Bizony. Nem kis dolog. Ó, ilyen nem volt. Aztán közben mégse. Igen, ebbe is kettő jézé van, ugye ezt is azért vettem. Hihetetlen autó. A minőség, tehát jár a motor, és oda kell hajolnod, hogy biztos, hogy jár el. Megfogod a tükröt, és nem érzed, hogy rezonál az autó. Nagyon jó. És azért felmerül a kérdés, mivel jársz a legszívesebben? Ugye akkor járok, ha jó idő van.
kell? Nem tudom megmondani, bármelyikkel, és az a jó benne, hogy változatos. Melyik legszívesebben? Ezt is mondtam, ahova megyek, meccsekre megyek, vagy a városba, vagy attól függ. És akkor az első szerelem? Igen. Igen, hát az első szerelem volt a Lada sor, az ott beljebb van, itt is már módosítom, ugye Polszkik látszik, de van Fiat 125 a Polszki elődje. Azt nézem, hogy azt nem tudom megszokni, hogy a kombi Volga az mekkora. Kombi Volga, hát ez hatalmas, igen. Ez döbbenet. Ráadásul ez egy honvédségi autó, tele rádió felszereltsége, nem ez... is tudom elképzelni, mekkora súlya van ennek. Ezt akartam kérdezni, ez híradós? Ez híradó, igen, úgy mondják helyesen, hogy híradó állítólag. Látod, ott vannak az árbócok helyei is, megvan a két 4 méteres árbócrúd is hozzá, tele van felszerelése, még a kézi rádiós tucok is benne vannak. Azért itt mondom egy 423-as kombi Moszkvics, ami 407-esnek a kombi változata, nincs Magyarországon, ez is Ukrajnából jött, szerintem nagyon nagy ritkaság. Egy Garde, ugye ez a Rapid elődje, kupé Skoda, ez is. Közben itt elsuhanunk egy 110-el. Tehát mondom, az ritkább autókat megtartom, ez nem egy felújított még. Ja igen, a Samara Cabrio. A Samara Cabrio ebből sincs nagyon Magyarországon, 400, de világszinten sem sok. 465 készült Belgiumba, ezt ott alakították át. Fogták a sima háromajtóst és lecsapták a tetejét. Egy ukrajnai 1006-os, 76-os, 76-ba kezdték el gyártani. Zöld kaszni, bézs belső. És a bézs belső eredeti nagyon gyönyörű. Egy 79-es. De várjál. 1006-os az a fejtámlás volt, igen. 1006-os már bizony, bizony, ott jelent meg. Durva. Igen, durva. Igen. A széles kaszni ütötte meg a szememet. Aha, tehát ez a Delta Integrale. Delta Integrale. És egy 88-as, tehát első karosszériás, nem az Evo, ami még szélesebb, hanem ez a 8 szelepes változata. Mit gondolsz, mikor lesz ebből autó? Én nagyon szeretném, ha idén meg lenne. A kaszni kész van, aztán egy-két héten belül megy fényezőhöz. Ez Angliából jött. El tudod képzelni, milyen állapotban volt. Sok az eső. Igen, meg szerintem a buta ember is, és ezt kihagyták a mezőn, mert na, rettentő volt az alja. Füvön állt? Nem, ez az elképzelésem, de valószínű, nagyon rossz állapotban volt. Amikor szétszedtük, akkor ott voltam, hogy akkor ezt szerintem kidobjuk, eladom az alkatrészeit, akkor is megkapom ugyanazt a pénzt. De aztán szerencsére nem tettük ezt. Volt egy donorom hozzá, és még vagy 8, ha megnézed, különböző színű ajtók vannak rajta, a motorháztető is más, a sárvédő. Hát ezeket sikerült vennem, de ha ezt remélem ki tudom nyitni, ha itt benézel, kék a hátfala, mert kék, a donorból lett piros. Kivágva, igen, tornyok, minden. Viszont ez egy tökéletes autó lesz. Mekkora rémálom ez mondjuk így a japánokhoz vagy a szocikhoz viszonyítva? Felújítani? Felújítani, mert ez egy merőben új világlátás vagy autógyártási szemlélet, már hogy más nagyon az előzőt. Nem, a Zsiguli az hasonlít szerintem. Igen? Hát az olasz, tehát ott van. A felújítani, az még ugye még most jön a lényeg. Hát ez pedig... Ez minek a kereke? Ez az Aja 86-ra tettem rá, annyira jól néz gyönyörű, ki vele. Gyönyörű. Annyira jól néz ki vele. De a veterán minősítésre le kellett szednem. Van hozzá gyári alumínium is. Ez enyém annyira puritánul jött Portugáliába, hogy lemezfelnivel. De akkor ezt gyorsan leszettük minősítés előtt, és akkor felraktuk azt. Arra menjünk közben. Jó, de Ladákat ne hagyjuk azért el, tudjátok, Veterán Zsiguli Egyesület. Ladák. Azért itt vannak érdekességek, eredeti 73-as, ez egy 71-es, ugye 71-ben jött Magyarországra. Az eredeti alatt azt érted, hogy a fényezés? Minden eredeti, a krómiai, képzeld el. Ez megőrzött autó? Ez egy megőrzött Pécsi. Ennyire? Egy Pécsi tanárbácsi volt, fűtött, de úgy fűtött garázs, hogy ott ment a fűtéscső a négy emeletesbe. Jó, a gumit azt én tettem rá természetesen. Nem, mert láttam. A zöld, a legendás, a pajta, ugyanígy nézett ki rajta a gumi. Hát itt is eredetiség, még azt a szar gumit is szerzek rá is felteszem, pedig nézd meg ezt a Fiat 124-et, ugye 71-es Zsiguli, Fiat 124, ezen is olasz eredeti gumi van. Na ez hány éves lehet ez a diagonál? Ez nagyon durva, hogy ránézek erre a diagonálra, és eszembe jut a biciklim, ami ja, körülbelül vastagabban. Tehát azért ezzel nem kell gyorsan menni. És egy kombi Polszki, nagyon durva, Finnországból, 125-ös, Fiat ugye a Polszki elődje, ami csak kaszniailag valamennyire az elődje, de motorja már például nem kapták meg a lengyelek ezt a motort. És az érdekesség, 276-os az alvásszáma, tehát úgy kb. Az első nap készült. És ahogy itt ránéztek, ez egy eredeti, ez nincs felújítva még. Tehát olyan szépen megmaradt az 50 pár ezer kilométer. Hát egy picit a krómoknál látszik amúgy, de tényleg hát, nem is az autóidat irigylem igazán, hanem az idődet. Az nincs. De van nekem egy Géza munkatársam, aki mindent megold helyettem, úgyhogy nélkül ezt nem lehetne fenntartani.
A CRX. Ezt az autót szintén kivisszük, erről szintén lesz külön adás. Érdemes megtekinteni. Hát igen, ezen nem a gyári kerekek vannak, de hát ezért senki nem fog elítélni. Hát azt nem tudom, a gyári kerekek annyira benn vannak, hogy azon volt OT minősítéssel, de ez sokkal jobban áll neki. Mert ez is OT, és ez is OT. Felfoghatatlan, és hogy ezek az ülések miért? Újra bőrözted? Hát ehhez is lehet kapni új bőrt. Ezt még az osztrák csinálta, én már így vettem. Megkönnyített a dolgom. Azért ritkán lehet az ember ilyen szép állapotú HS-t. Na, de vegyük észre az elefántot a szobában. Ez itt egy negyedik generációs Toyota Supra, ami engem azért ütött meg különösebben, mert kupé, nem targa. Azért a targák nagy része balkormányos, úgyhogy nem bánnám én, hogyha az targa lenne. Kupét még talán nem is láttam élőben. Mindig targába futok be. Igen? Igen, a gyári Fenikkel, gyári motorral. Nem úgy, 99%-ban tényleg gyári, de erről is lesz külön adásunk. Viszont engem, ami nagyon meglepett, hogy tegnap egy egész picit autóztam a harmadik generációsoddal, ami egy OT-s autó, nagyon-nagyon egészségesen rendbeszed, és az ütött meg igazán, hogy a negyedik generációkhoz, negyedik Suprához képest a harmadik mennyire hatalmas. Sokkal hosszabb, igen. Ülsz benne, kinyitod a bukólámpákat, és úgy érzed, hogy egy másik országban van az eleje. De egy nagyon megragadó élmény vele menni, és ennek a beltere azért ez az nem annyira sportos, nem? Tehát az nem, inkább ilyen luxus, ilyen menedzseri autó, mindig ezt mondom rá. Gyönyörű a beltere szerintem. Elképesztő a beltere, és ezzel messzire akarnál menni. Ezzel sokat akarnál menni messzire, az azért egy lényegesen szűkebb autó. De amikor bolond akarsz lenni, akkor ezzel is meg tudod mutatni. Tehát nem? Hát tényleg, amikor elkezd fütyülni benne a turbo, ez még nem JZ motor, ez a 7M GT-e. Igen. 7M GT-e, az öngyilkos motor. Igen, igen, nem túl jó. Szereti önmagát hengerfejesre rakni, gyári használat mellett. Igen. De ezt az a veszély nem fenyegetés, tudtam, hogy ebben is benne van az RMS köze egy picit. A turbót ők újították föl, és azért ebben van már kilométer, szerintem ez már túl van a hengerfejezésen, valószínűleg. Nincs baja most, tudja ezt. Most neked melyik tetszik jobban, a 4-es vagy a 3-as? Hát persze, hogy a 4-es, de azért a 3-ast így szemből, amikor most nem tudjuk megnézni, mint egy kis kiszélesedő akármi, nagyon jól néz ki, de azért a 4-es természetesen. Az meg ott egy Legend Coupé, keresztben álló V6-ossal. Nagyon érdekes, mert a következő generációban hosszabb volt a V6, de még ott is tehát valaki elkezdett dolgozni, hogy csináljunk egy hátsókerekes autót, csináljunk a hátsókerekes autót, és fél időben a kezére csaptak, hogy nem, elsőkerekes lesz. Úgyhogy csináltak egy hosszmotoros elsőkerekes autót, ami ritka. Hát ez nem lesz OT-s. Hát valószínűleg sajnos nem, pedig megérdemelni, mert egyébként egy kevés kilométeres, nagyon gyönyörű az alja, csak hát ez egy HKS tuning, amit jelenleg nem nagyon lehet Magyarországon leutasztatni. HKS tuning, de ez itt most egy picit ilyen understatement, mert ez HKS. De még a lengőkarokat is a HKS csinálta alá. Még katalizátor is van benne, ami szintén HKS. És RB26, de most már csak egy turbóval, egy nagyon nagy turbóval rajta, és egészen szürreális, hogy 4000-ig úgy autózol vele, mint egy autóval, 4000 fölött viszont teret hajlít. Mint egy repülőgép, tehát. Igen, de a hangja is olyan. Nincs vége, egyszerűen nincs vége. Nincs vége, de nekem azt tetszett benne nagyon, hogy meghagyták a hajtáskomputer gyári beállításait, és amikor kanyarba odalépsz neki, akkor nem eltolja az elejét, mint egy összkerekes autó, hanem besegíti a hátulját a kanyarba. Na, én ezt nem merem próbálgatni. Én csak azért nem az enyém. De nem, kettesbe gurultam bele óvatosan. De ez az, amit szerintem... Tudod, egy kicsit vívottam, hogy milyen autókat kéne vinni, mert tudom, hogy mi az, amit az emberek megnéznek. És tudom, hogy mi az, ami engem érdekel. Viszont ezt szerintem 100-ból 98-as se tudják micsoda. Nem. Ez micsoda? Hát ez egy Cosmo, Eunos Cosmo, Mazda, ugye Mazda alapvetően. Ez egy nagyon nagy ritkaság, mert keveset gyártottak, meg azért van kell motoros, meg amit akkor tudtak a japánok, mert ugye, amit tudtak, GPS volt benne. GPS, ez volt az első széria autó a világon GPS-szel. Voltak korábban is próbálkozások a GPS-szel. A Honda Accordnak volt egy ilyen 2500 dolláros extrája, de abban még ilyen térkép, áttetsző térképlapokat kellett tologatni, és úgy találta ki, hogy éppen merre jársz. Ez volt az első műholdas alapon háromszögeléssel működő GPS autóban. Erről fogunk adást forgatni. A legnagyobb szívfájdalmam, hogy senki nem fogja megnézni, de szerintem ez nagyjából itt a legérdekesebb autó. Hát különlegesebb talán, igen. Igen. Kinyitjuk az elejét? Persze. Csak poénból. Persze. Ez ugye van kell. Tehát nagyon-nagyon pici a van kell motor, viszont ez itt közel egy ilyen, hát egy ilyen 126-os méretű utazókupé, és néznek, hogy ott itt véget ér így a motor, és előtte még van egy méter autó. És twin turbo, két rotor. És azt hiszem, ilyen 60-40 arányba készültek, tehát több két rotoros készült, így kicsi, van, így van.
és igen, a 40%-a volt csak. Igen. És volt a három rotoros, igen. Az 2 liter vagy 2,1 liter? 2 liter. Ja. 2 literes három rotoros van kell, ami az egyetlen utcai autóban valaha ekkora van kell. Természetesen hány lóerős volt? 276. Így van, mert csak annyi lehetett papíron. Azt tudod, hogy a Skyline is hogy volt 276 lóerős? Nem. 6800-nál 276 lóerő. Csak 8200 forog. Amúgy mindegyik 310-20 lóerő környékén volt. És hogyha hedonista óriás kupé csúcstechnikával, akkor nem maradhat ki az sem. Az a baj, hogy itthon a Subarut mindenki a rally autókkal azonosítja, pedig a Subaru is csinált rohadt nagy kényelmes utazókupét, ez az SVX. Ezt is mindenkinek kéne próbálni, mert ez olyan érzés, olyan csöndes, olyan rugalmas. Ha 4 kerékkel elindulsz, úgy meglódul, tehát ez mindent vitt szerintem abba a korba. Igen. És 3,3 liter, boxer. Uh-huh. Tehát, hogyha az ember nem vesz Porsche-t, akkor eleve nem juthat hozzá ekkora boxer motorhoz. Meg a Kasztinak a különlegessége, hogy a dupla üvegezés. Nagyon rá voltak csúszva akkoriban ezekre a vadászrepülőkre. Uh-huh. És ez olyan. És ez balos. Ez balos, ez egy svájci autó. Igen. A Cosmo az kizárólag jobbos tud lenni, igen. Hiszen ez kizárólag belpiacra készült. Igen. Ezt a két autót is be fogjuk mutatni egy videóban, mert úgy gondoltuk, hogy ez jellegében és szellemében nagyon hasonlít egymáshoz. Úgyhogy figyeljétek a tartalmainkat, mert lesz miért.